Köszönöm szépen a szó, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár úr, tisztelt országgyűlés. Ha csak azt kellene figyelembe vennünk, hogy a fogyasztóvédelmi bírság mértékét szabad szemmel is igen jól látható módon és mértékben megemelik, alsó határát 15 ezerről 1 millió, felső határát 200 ezerről 3 ezer millió, vagyis 3 milliárd forintra, akkor ez elégedettséggel tölthetnél a mi hazánk frakcióját, le is ülhetnék és be is fejezhetném a felszólalásomat. Azonban nem ilyen egyszerű ez a kérdés, és én ott folytatnám, ahol az előttem szóló abba hagyta. Nagyon sok magyar ember személy csípi, több százezer magyar emberét teljes joggal az előbb említett villanyszámlák és gázszámlák kérdése. Én ezt most szeretném jobban kibontani, miután én is számos lakossági megkeresést kaptam a közelmúltban is. És hát az a helyzet, hogy a teljesen illogikus jelleggörbe számítás miatt a naptárév hónapjaira bontják le, hogy mely hónapban mennyi gázt lehet elfogyasztani az 1729 köbméteres kedvezményes úgynevezett rezsicsökkentett áron. Az sem mindegy, hogy a felhasználó csak fűtésre, vagy csak használati melegvízkészítésre, vagy mindkettőre használja ezt a gázt, ezt külön be kell jelölni, jelenteni a szolgáltatónak. Ebből is származhat a fogyasztónak problémája és hátránya, ha ezt nem vagy nem időben teszi meg. És hozzáteszem, hogy a nyári hónapokra olyan alacsony fogyasztási mértéket írnak elő, amely teljesen irreális, meg akkor is, ha akkor általában már csak használati melegvíz készítésére használják a gázüzemi berendezéseket. És egyébként kapaszkodjon meg államtitkár úr, az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársak jelentős része sem érti a számlázás szabályait. Tehát önök hamis kártyázást, pult alatti számítgatásokat engednek, nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és ez eredményez azt nagyon egyszerűen, hogy az 1729 köbméteres egy évre jutó kvóta elfogyasztása előtt is kiszámláznak 747 forintos köbméter áron, vagy ettől magasabb köbméter áron gázt. Gáztanak, és azt mondják, hogy majd a következő tavaszi vagy koranyári számlákban jóváírják. És itt jön az, amit az előttem szóló tényleg nagyon helyesen mondott, hogy gyakorlatilag megelőlegezi a sokszor nagyon kevés pénzből gazdálkodó magyar állampolgár a tőkeerős multinak ezt az időszakot, adott esetben ez fél év vagy attól is hosszabb időszak lehet, ami egészen elképesztően gyalázatos. Hát az lenne a logikus, ha fogyasztóként lebontva, nem tudom, hogy miért nem lehet 2023-ban ilyen informatikai rendszert előállítani, vagy működtetni, nyilván már nem akarják, meg nem ez az érdekük. Éves leolvasástól éves leolvasásig tart a rezsijét, nem július 31-től augusztus 1-jéig, valami nagy okos ezt kitalálta, és egyik éves leolvasástól a következő éves leolvasásig terjedő időszakban, amíg az 1729 köbméter gázt, vagy a 2523 kWh-áramot nem fogyasztott el az adott fogyasztó, addig 102 forintért vagy 110 forintért adják neki a gázt, és 36 forintért az áramot. Ha ettől többet fogyasztott, akkor 747 forintba kerül a gáz, ami egyébként teljesen irreális, erre már többször kitértem. Tehát itt nagyon súlyos ellentmondások és hazugságok derültek ki. Hazudott a miniszterelnök, hazudott az orosz cár, mindenki hazudott kampánycéllal, meg egyebekkel. Aztán tavaly nyáron kiderült, hogy nem ötöd áron vásároljuk, hanem és nem fix áron, nem rögzített áron, hanem a holland tőzsdei árakon. Aztán önök még tavaly nyáron a 700 millió köbméteres extra áron vásárolt mennyiségből 500 millió köbméter adtak a szerbeknek is, mert ugye olyan jól állunk, hogy mi ezt is megtehetjük. Tehát egyik oldalon szűkmarkolok és lehúzzák az embereket, másik oldalon pedig nagyon bőkezők, amikor valamilyen politikai érdekük ez diktálja. Szóval érthetetlen, hogy miért nem lehet ilyen egyszerűen számolni a gáz és villany számla értékét, miért nem így lehet segíteni az emberek, miért kell ezt elbonyolítani. És azt is elmondom önöknek, ez is durva fogyasztóvédelmi kérdés, hogy a gázhoz hasonlóan, sőt, meg a gázszámlától is rosszabb a villanyszámlák helyzete, ugyanis a 2523 kWh-s éves mennyiség elfogyasztása még véletlenül se történik meg, már akkor is 36 forintos kWh-nkénti árnál drágában adják a fogyasztóknak a villanyt, és az a legszebb ebben államtitkár úr, hogy általában minden hónapban más egységár jön ki.
Valamelyik hónapban, mondom, a kedvezményes mérték elfogyasztás előtt 44 forint, valamelyik hónapban 52 forint, van olyan hónap, hogy 65 forint, vagy 58 forint, a 36 forintot azt nem sikerül eltalálni. Hiszen itt sem azt nézik, hogy egyik leolvasás, éves leolvasástól a másikig terjedjen ez a számítási módszer, mert erre valahogy nem tudnak informatikai megoldást kitalálni. Na hát erre kellene becsibészelni a fogyasztóvédelmi hatóságot, és nem simogató, meg nem ilyen úgynevezett preventív, hanem durva megtorló jellegű bírságokkal fenyíteni azokat, akik így használják ki a magyar embereket. Mert lehet, hogy egy parlamenti képviselőnek az éves költségvetésében jelentéktelen tételnek számíthat a gáz vagy a villanyszámla, de azért nagyon nem kellene megfeledkezni azokról a választópolgárokról, akiknek a szavazatai révén mandátumot szereznek a parlamenti képviselők, különös tekintettel igaz ez a kétharmados többségben lévő kormánypárti képviselőkre. Ne csak a választások előtt pár hónappal legyen ez fontos. Na, de hogy tovább menjünk, valóban kérdéses az is, hogy mondjuk akár a fogyasztók életét, testépségét, egészségét veszélyeztető fogyasztóvédelmi szabályszegések, adott esetben bűncselekményeket is megvalósítva, hogy bűncselekmények határán lévő cselekmények esetén, vagy az elektronikus szolgáltatások esetén miért plafonírozzák az éves nettó árbevétel 5%-ában a kiszabható bírság mértékét. Az egész bírságolási rendszerben van egy óriási veszélye, hogy önök ezt a konkurencia likvidálására, kiiktatására is fel tudják használni, mert hogyha a multik ellen akarnak egy jóval erősebb eszköztárat bevetni, akkor azt a Mi Hazánk lelkesen támogatja. Ha azonban a multikkal szemben az inukba száll a bátorságuk, mert gyakran látunk azért ilyet, a öddanos szájkaratemeszterkedés után azért nem mindig következnek azok a szankciók, amelyeket a legtöbb multi megérdemelne. Könnyű viszont elbánni a magyar kisvállalkozóval, főleg, hogyha mondjuk be kell kebelezni a vállalkozását, mert valaki az önök nagyjai közül megkívánja, és egyszerű valakitől elvenni az élete munkáját, adott esetben fogyasztóvédelmi eszközökkel, mint saját ötletből, saját energiából évtizedek alatt felépíteni egy sikeres vállalkozást. Sajnos ez a politikai kivéreztetés és a gazdasági lenyúlás eszközévé is válhat, és ezügyben bizony az elmúlt 13 év tapasztalat alapján nem vagyunk nyugodtak, tisztelt államtitkár úr. Bizony a 2010 után időszakban soha nem látott gusztustalan módszereket alkalmaztak akár építőipari cégek, építőanyaggyártó cégek megszerzésére, hogyha a tulajdonosok az úgynevezett visszautasíthatatlan ajánlatot nem fogadták el, akkor leggyakrabban a NAV és a fogyasztóvédelem eszközeivel visszaélve, adott esetben egyébként bűncselekmény sorozatokat elkövetve vették el családoktól és tisztességes, tehetséges vállalkozóktól a vagyonukat, ami bizony nagyon-nagyon messze áll fényévekre áll a keresztény konzervatív jobboldali értékrendtől, hogy azt már többször is megjegyeztem. Már kezdtem megörülni, amikor itt a közjegyzőkről, fizetési meghagyásokról lehetett olvasni, vagy kezdtem olvasni ebben a javaslatban. Sajnos azonban viszonylag irreleváns módosítások, pontosítások történnek, és a Mi Hazánk fenntartja azt az álláspontját, hogy a fizetési meghagyások jelenlegi szabályozása a visszaélések melegágyát jelenti. A legutóbbi, ha jól emlékszem, szeptember elején lefolytatott igazságügyi bizottsági vita óta, ezt Vejkei elnök úrnak mondom, is jutottak a tudomásunkra olyan esetek, és nem csak egyszerűen esetek, jogesetek, hanem bizonyos típusú elkövetések, amelyek bizony arra vezethetőek vissza, hogy hiába kellene a közjegyzőknek a fizetési meghagyások kibocsátásánál vizsgálni, hogy megalapozott-e a kibocsátás iránti kérelem. A közjegyzőknek nyilván a kisebb része, de azért mégsem elhanyagolható része. Valószínűleg hátsó szándékoktól vezérel, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, mégis kiadja, vagy kibocsátja ezeket a kérelmeket. Ugye 3 millió forint alatti követelésnél eleve csak közjegyzőhöz lehet fordulni, 3 és 30 millió forint közötti követelésnél közjegyzőhöz vagy bírósághoz, és 30 millió forint fölött van csak bíróság, kizárólagosan bíróság általi kérelem kibocsátási lehetőség. És ugye hiába mondják önök, hogy a évenkénti 400 ezer fizetése meghagyás kibocsátására jelenti kérelemnek elenyésző része csak az, amelyek visszaélések melegágyát képezhetik.
A mi elképzeléseink, vagy a mi információink szerint ez az elenye és a mértéktől jóval nagyobb, és bizony, ha valaki mondjuk egy úgynevezett adós hosszabb távol létét kihasználja, vagy adott esetben a posta egyre nagyobb hiányosságait, a postai tevékenység egyre nagyobb hiányosságait eszközként használja, vagy egyébként nyilván adott esetben az úgynevezett adós is figyelmetlen, nagyon hamar eltelik az a 15 nap, amelyet ha elmulaszt az adós, és nem él ellentmondással, akkor ugye megtörténik magának a fizetése meghagyásnak is a kibocsátása, aminek, mint tudjuk, a jog hatálya pontosan ugyanaz, mint a jogerős bírói ítéletnek, és onnantól kezdve megindulhat a végrehajtás eljárás, végrehajtás vezetőnek jövedelmére, vagyonára, nyugdíjára, ingóságaira, ingatlanjaira, akár elárverezhetik egyébként a legtöbbször egyetlen komoly vagyontárgyát jelentő családi házát vagy lakását is. Éppen ezért hiányoljuk azt, hogy nem vágtak rendet a tekintetben, és nem írtak el egy rendkívül szigorú, megkerülhetetlen bizonyítási kötelezettséget, és nem emelik e tekintetben a közjegyzők felelősségi szintjét a maximumra, hiszen azért megengedhetetlen ilyen módon, ilyen primitív módon, és ilyen könnyen forgathatnak ki magyar embereket a vagyonukból. Ebben az esetben ne elégedjünk meg azzal, hogy hát miért volt figyelmetlen az adós, miért nem vett át a postai küldeményt, vagy miért nem jött határidőn belül ellentmondással, mert egyébként a teljesen megalapozatlan, vagy nagyobb rész megalapozatlan a követelés, akkor nehogy már egy 15 napos határidő késedelme miatt bukja valaki az élete munkáját is. Egy új elkövetési módszer, ami csak szeptember elejé óta jutott a tudomásunkra, tisztelt államtitkár úr és tisztelt elnök úr, személy szerint engem kerestek meg. Ennek röviden az a lényege, hogy értékes, de közös tulajdon képező lakóingatlanok esetében, ha egy erre szakosodott jószervezett kör egy adott tulajdoni hányadot árverésen meg tud szerezni, akkor a többieket, akik adott esetben egymás közeli hozzátartozói vagy hozzátartozói, bérleti díj vagy többlethasználati díj követelés jogcímén, közjegyzői fizetési meghagyás kibocsátási iránti kérelemben megkínálja. Így jöhet adott esetben az emberi figyelmetlenség, hosszas távollétnek a kihasználása, az egyre rosszabbul teljesítő postai tevékenység következményei, és gyakorlatilag miután bekerült egy adott esetben kisebb tulajdoni hányaddal is a tulajdonosi körbe, gyakorlatilag ezzel a módszerrel, ha a fizetési meghagyás kibocsátásra kerül, jogerős bírói ítélettel megegyező hatállyal és jogkövetkezményekkel, akkor szépen meg tudja szerezni, közjegyzői összekacsintással meg tudja szerezni ezeknek az ingatlanoknak a többségi, vagy a teljes többségi tulajdoni hányadát, vagy akár a teljes tulajdonát. Egész egyszerűen nem tudunk más feltételezni, mint hogy önök nem tehetik meg, hogy bezárják ezeket a kiskapukat. Úgy látszik, hogy a végrehajtó maffia még a rácsok mögül, vagy a politika legmagasabb szintjéről is erősebb és befolyásosabb, jobb az érdekérvényesítő képessége, mint azoknak, akik esetleg önök közül ugyanígy látják ezeket a problémákat, mint mi, csak a Mi Hazánk ezt nyíltan és nyersen kimondja, önök meg hallgatnak, mert gondolják, hogy abból nem lehet nagyobb baj. Elég nagy baj származik abból, hogy ha így veszik el valakinek a vagyontárgyait, mint ahogy egyébként itt a végrehajtási kifogás, én egyszer sok esetben a végrehajtási eljárások felfüggesztéses is messze áll a valódi fogyasztóvédelemtől, úgyhogy én erre egy elég egyértelmű választ kapnék, hogy belátható időtávon belül, adott esetben még ebben a naptárévben hajlandóak-e a fizetési meghagyásos eljárásokat megfelelő fogyasztóvédelmi szempontú szabályozással és védelmi elemekkel, biztosítékokkal ellátni, mert ez így egészen biztosan egy nagy nulla, és nyilván leszavazhatják önök a Mi Hazánk kezdeményezését bizottsági szinten, meg itt aztán majd az árószavazásoknál is, de ettől a probléma még nem fog megoldódni. Az pedig, amit egyébként a deviza alapú hitelek fedőnevű törvényesített uzsorabűnözés kapcsán hagytak, és gyakorlatilag a bankok oldalára, tehát meg a bankok bizonyultak erősebbek az önök kétharmadánál, az megint csak nagyon messze áll a konzervatív értékektől. És ha már itt tartunk, hogy limiteket módosítunk, akkor hadd javasoljon önöknek a Mi Hazánk mozgalom még egy fontos, bár az előzőhez képest jóval könnyedebb, de nem jelentéktelen javaslatot. Nagyon ideje lenne sok-sok év után az ATM-ekből felvehető
díjmentesen felvehető készpénzmennyiség mértékét megemelni, a jelenlegi 150 ezer forintról legalább 300 ezer forintra, vagy akár a mindenkori nemzetgazdasági nettó átlagjövedelemnek megfelelő mértékre, amelyet minden év március 1-től lehetne aktualizálni. Ezt is igazán megérdemelnék a magyar emberek, és igencsak eljárt már az idő a 150 ezer forintos havi mérték felett. Legalább a duplázás ennek mindenféleképpen indokolt lenne. Köszönöm szépen a figyelmüket!